Az EOCN program az 1973-as olajválság hatására indult el 1974-ben a magyarországi barnakőszén bányászat fellendítése érdekében. A Volt egyszer egy EOCN korszak című konferenciát a Fejér vármegyei és a Komárom-Esztergom vármegyei levéltár közösen szervezte. Az EOCN programnak az volt a célja, hogy a föltörteti EOCN korba keletkezett barnakőszén telepek kiaknázását tűzte ki célul. És ennek során több új barnaszén bányát nyitottak, terveztek nyitni, valamint egy Bicske mellett épülő új nagy hőerőműbe terték ezt a szént feldolgozni. A találkozó résztvevői a Dorogi Szénbányák vállalat történetét ismerhették meg többek között, és az oroszlányi Márkushegyi bányaüzem EOCN programban betöltött szerepéről is hallhattak előadást. A Márkushegyi bányaüzemet azt éppen ezért az EOCN program miatt fejlesztették fel. 1970-es évek közepén indult a beruházás, 1981-ben készült el. Ez egy szomorú történet tartozik még hozzá, hogy 1983-as bánya szerencsétlenségben közel 37 bányász halt meg, egy mellette még 10 fölött volt a sebesülteknek a száma. Hát ez miatt is viszonylag rossz hírű a bánya. A Komárom-Esztergom vármegyei levéltár igazgatója hozzátette, nagy mennyiségű pénzt emésztett fel a fejlesztés, de az eredményesség elmaradt. A bánya 2014-ben állt le. A konferencián az EOCN program jelentőségéről, a Lencsehegyi, a Mányi és a Nagyegyházi bányászatról is hallhatott a közönség.